Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök minden résztvevőt, hallgatót. Én nem tudom behozni már azt az időt, amivel túlléptünk a határidőn. Próbáltam otthon lemérni az én mondani valómat, és sehogy se jöttem ki a 20 percből. Na hát most igyekszem azért összefoglalni, hogy ne nagyon menjek túl az időn, ami ránk szabott. Tehát a cím az első Kodály gyermekkari esten szereplő népdalfeldolgozások és azok további élete az iskolai nevelésben. Az első Kodály gyermekkari esten szereplő népdalfeldolgozásokra helyezem a súlyt, illetve azok annak az estnek a szereplőire. Ez a gyermekkori est 1929. április 14-én volt, ami jeles dátum volt akkor is, és marad mindnyájunk számára egy felejthetetlen hangverseny dátuma, amelyről a Pester Lloyd kritikusa azt írta. Aki ezeket a gyermekeket hallotta, megleshette, hogyan keletkezik a nemzeti zenekultúra. Az a 13 mű, amit elénekeltek ezek a gyerekek, népdalokra, gyermekdalokra, népi kiolvasókra, szokásdallamokra épültek. 13 mű, de mintegy 20 népdal kiolvasó és szokásdallam szerepel bennük. Ezeket dolgozta föl Kodály Zoltán. És azért hoztam el ezt a könyvet, mert 1984-ben jelent meg, tehát már nem nagyon ismerős azoknak, akik most ezeket a népdal feldolgozásokat tanítják, akiknek nagyon hasznos lehet ez a gyűjtemény, amit 5 zenetudós, népzene kutató, Berecki János, Domokos Mária, Olsvai Imre, Paksa Katalin és Szalai Olga állított össze. A címe Kodály népdalfeldolgozásainak dallam és szövegforrásai. Azt hiszem, hogy aki népdalfeldolgozásokhoz nyúl és azokat tanítja, vagy akár a népdalokat is, nagyon hasznosan használhatja ezt a gyűjteményt, mert megtudja, hogy hol gyűjtötték, mikor gyűjtötték, és nem csak ez Kodály népdalfeldolgozásainak, de a népdalokat nem feltétlenül Kodály gyűjtötte. Mielőtt az est műsorát az előadóinak és előadóinak névsorát megtekintenénk, vessünk egy pillantást egy régi fotóra. Igen. Amely Kodály Zoltánt, a Veselényi utcai polgári fiúiskola 120 tagú kórusát és a kórus vezetőjét, Borús Endrét örökítette meg ezen a képen. Mégpedig ez a kép, ez található a Bakelit lemez borítóján, ami 1982-ben jelent meg, és ezen található az a két népdalfeldolgozás, amelyet szeretném, ha meghallgatnánk hamarosan. Ez a két népdalfeldolgozás két híres kórus előadásában hangzik el. Az egyik a Veselényi utcai polgári fiúiskola, a másik pedig a Szilágyi Erzsébet leánylíceum gyerekkara, lánykara. Tehát most a Veselényi utcai fiú polgári iskoláról együtt hallgatjuk meg a Lengyel Lászlót, de előtte azt szeretném mondani, vagy feltenni a kérdést, hogy miért esett Kodály választása a Veselényi utcai fiúkra, vagy hogyan és mikor. 1925-ben felkérte Kodály Borús Endrét, hogy a fiúkórusnak tanítsa be a Psalmus Hungaricus ad libitum gyerekkari részletét. És amikor a zeneszerző elment a próbára, akkor megragadta a gyerekek csengő hangja, ércesen csengő hangja, amit másutt és máskor nem hallhatott. Ősze László használta ezeket a kifejezéseket a lemezborítón. Tehát Kodály figyelme ekkor kezdett a gyerekkarok felé fordulni. 25-ben szintén, tehát abban az évben azt mondta, hogy azokat a dalokat írtam a gyermekkarra, amelyeket falun is csak gyermekek szoktak előadni. Van ugyanis egy egészen különös gyermek tradíció.
Ezekben a művekben valósult meg először Kodály zeneszerzői, népzenekutató és széleskörű nevelő tevékenységének egysége. Kettő szempont vezette a zeneszerzőt ahhoz, hogy a gyerekkarokat megírja. Az egyik zenei szempont a döbbenetes felismerése annak, hogy a magyar gyerekek a zenei anyanyelvüket nem ismerik. A másik pedig egy általános nevelési probléma, a német szellemű iskolarendszerben annak jelentéktelen kóruszenéje helyett magyar énekkari művészetet akart teremteni, kell teremteni, felismerte a magyar iskolákban. És ezért dolgozott Tóth Aladár azt írta, hogy ez a mai Magyarországnak kétségkívül legheroikusabb és legmélyebb gyökerű kulturális erőfeszítése. Tehát hallgassuk most a Lengyel Lászlót. Bocsánat, ez lenne a zene, ez a kettes. Igen, köszönöm. Van üzenet ennek a... Felvétel meghallgatása után lehet, hogy csalódunk. Miért is voltak ezek a fiúk olyan híresek? De azt hiszem, hogy az üzenete azért világos mindnyájunk számára, hiszen élesen csengő fiúhangokat hallottunk. Fiúkórus, amúgy is nagyon kevés van az országban. És ezek a fiúk szabadon, harsányan, ősi erővel énekelték, és eljátszották a
azt a játékot, ami tulajdonképpen egy hidas játék, és Tóth Ferenc csodálatos komlói karnagytól tudjuk, hogy ő el is játszatta ezt a gyerekekkel, hiszen Forrai Katalin Zene az óvodában című könyvében a játék típusok között a hidas játékok szerepelnek. De a Lengyel László tulajdonképpen a Kis Áron gyermekjáték gyűjteményében található 40 változatból állt össze. Kodály válogatta össze, nagyszabású művé. Kis Áron gyermekdal gyűjteménye 1891-ben jelent meg, nagyon értékes gyűjtemény óvónők és tanítónők számára egyaránt. Tehát van egyszer adott egy 100 tagú, 120 tagú fiúkórus. És mit tudhattak a karnagyok? Hogyan lehetett megtanítani? Tulajdonképpen egy nagy zeneszeretet, gyerekszeretet, kíváncsiság, az új iránti kíváncsiság, kihívás jelentőségének felismerése. Tulajdonképpen ugye Kodály ott élt velük együtt, elment meghallgatni őket. Ez biztos, hogy inspirálta a gyerekeket, de a tanárokat is természetesen. Meg lehetett tanítani azt, hogy hogyan éljék át ezeket a dalokat, ezeket a játékokat. Valószínű, hogy sugározták magukból, tehát mit jelent a tanárnak a népdal, mit jelentett, és mit jelentett a népdal után az a foglalat, amivel a zeneszerző látta el, amiben a zeneszerző a drága köveket, a népdalokat helyezte. Most nézzük meg a 29-es koncert, tehát ez a bizonyos első koncert műsorát. És itt láthatjuk azt is, hogy kik azok, akik szerepeltek ezen a koncerten. A Veselényi utcai polgári fiúiskolát már hallottuk is, és tudjuk, hogy vezetőjük Borús Endre. Ők találhatók itt az utolsó blokkban, de a 8 blokkból különféleképpen állították össze a kórusműveket. Nyilván ki az, ki mit tudott megtanulni. Másutt is látjuk a Veselényi utcaiak nevét. Borús Endre zeneakadémiát végzett, magasan képzett muzsikus volt, tehát ő közel állt az újdonsághoz és Kodály új zenéihez, egészen biztosan. Az első blokkot, akkor menjünk itt sorba, az Attila utcai polgári iskola és a Szilágyi Erzsébet Leány Liceum összesített, egyesített énekkara énekelte. Az első kerületi Attila utcai kórus Kertész Gyula karnagy kezében volt, és biztos, hogy sokan tudják, hogy Kertész Gyula Kodály tanítvány volt, és Bárdos Lajosnak közeli munkatársa. Tehát ő is egy nagyszerű zenész volt. De hát azért is énekelték a Pangelingvát. Egyébként ez volt az a mű, ami nem népdalra épült, hanem az öt Tantum Ergo zenei anyagából Aquinói Szent Tamás himnuszára készült. Ez az a mű, ami majd látjuk, hogy a 2014-es előadáson is az első, a megnyitó száma volt a koncertnek. Utána látjuk a Szilágyi Erzsébet Leány Liceumot, akiktől majd hallgatunk zenét, majd a Rottenmiller utcai fiúiskola, akik egyetlen művet választottak, nem könnyűt, de egy művet szemben a szilágyisokkal és a Veselényi utcaiakkal, mert az ő kórusoknak további életéről nem tudunk, a karnagyot se ismerjük, nem tudunk további munkájáról. És ha a szünet után megnézzük, a Gólyanóta táncnótát megint Veselényi utcaiak, a Hernád utcai a következő blokk, Hernád utcaiak, őróluk se tudunk mást. Tehát tulajdonképpen vannak itt olyanok, akik nagyszerűek voltak, és mind a mai napig híresek, és tulajdonképpen tisztelettel gondolunk rájuk, és köszönjük azt, hogy milyen alapot adtak a mai kórus munkának. A Cigány Sirató pedig a Berzsenyi Dániel és Reál Gimnázium
a Bolyai Reáliskola, tehát ez is egy egyesített kórus volt, mégpedig azért, mert az ő karnagyuk, itt nem található, nem látható, egy zenekari oboa művész volt, és mellesleg középiskolai énektanár. Tehát egyébként ő is egy képzett zenész volt. Turi Peregrin volt a neve. Nagyon szerette az énekkarvezetést, annak ellenére, hogy évtizedekig az operaház zenekarának volt oboistája. És hát akkor közeledünk itt a Szilágyi sok énekéhez. Tehát a Szilágyi Erzsébet Leány Liceum, ami 1881-ben alapult, híres iskola volt. Gazdag zeneisége az Stojanovics Adrien kezében volt, nem csak a kórus, hanem az osztályok és a kamarakórus és kisebb éneklő együttesek tanítása és együtttartása volt az ő feladata, amit ő nagyszerűen ellátott. A 20-as évektől ő volt a kórusvezető, aztán a 40-es években Szőnyi Erzsébet vezette a kórust egy ideig, Katanics Mária 1959-től 84-ig, és a 80-as években Csík Miklós. Tehát nagyszerű kezekben volt ez a jól előkészített és szívvel, lélekkel, tudással felépített kórus család, már mondhatjuk a mai szavainkkal. A következő kép visszavisz bennünket Nekem egy olyan kép van, ahol egy zeneakadémiai koncert után Stojanovics Adrien, Kodály Zoltán és Borús Endre együtt örül a mögöttük levő 100 vagy 200 gyereknek. Egészen elképesztő és elképzelhetetlen, még nem ez, köszönöm szépen, együtt örül a hangverseny sikerének. Ez azért érdekes, mert jóval idősebbnek tűnnek ezek a karnagyok ott a lányok előtt, mint amilyen igaziból az ő koruk volt. Hát ez csak érdekesség. Viszont szeretném, hogyha a Villőt a Szilágyi sok énekével meghallgathatnánk. Ez egy 6-os szám alatt található zene. Szélna hangokkal indul. Thank you.
Köszönöm. Bocsánat, hogy itt jelezgettem, hogy az az akkord nem az az akkord volt. Ezt ugye mi tudjuk, megtanultuk, megtanítottuk sokszor, de valószínű itt sem az az érdekes, hogy mennyire volt pontos az, hanem a lendülete szinte megállíthatatlanul egy-egy gyorsítás, megállíthatatlanul halad a maga útján. Nincsenek igazán fermáták, vagy esetleg olyan cezura, amit megszoktunk, amit mi csinálunk. De érdekes, mert ezt Kodály hallotta, és tulajdonképpen ő ezt bizonyos szempontból példának tekintette. De valószínű, vagy mostani ésszel, hallással azt gondolhatjuk, hogy ez a természetes, szabad éneklés az, amit jó lenne a továbbiakban nekünk is követni, illetve így tanítani, tanításunkban felhasználni. A koncerten a Szilágyisok énekelték a legtöbb bemutatót és a Veselényi utcai fiúk. Csak gyorsan a címeket, a Szilágyisok a Pangelingvát, az új esztendő köszöntőt és a Pünkösdölőt énekelték, mint bemutatót ezen a 29-es koncerten. A Veselényi utcaiak pedig a Gólyanótát és a Táncnótát. Tehát a 29-es hangverseny ennek annak a bizonyos heroikus erőfeszítésnek első gyümölcse, mondhatjuk. És azt is mondhatjuk, hogy ez már éneklő ifjúság volt, ha nem is így hívták, iskolák közötti együttes éneklés. 85 évvel később, 2014-ben, április 13-án elhangzott az első Kodály gyermekkaries teljes műsora. Dr. Icés Mihály, a Magyar Kodály Társaság elnöke, Kodály Zoltán teljes életművének legavatottabb ismerője, méltó megemlékezésként a nevezetes hangverseny műsorának megismétlésére gondolt, szintén a Zeneakadémián. Ehhez a dátumhoz társult az éneklő ifjúság 80. évfordulója. És itt egy pillanatra álljunk meg, mert ugyan nincs évfordulója sem a gyerekkariesnek, sem az éneklő ifjúságnak, de gondoljunk tisztelettel és hálás szeretettel Bárdos Lajosra, akinek 35. halála évfordulója lesz holnap, tehát 1986. november 18-án halt meg. Az éneklő ifjúság az ő működésével kezdődött meg, Kertész Gyula és Kerényi Györggyel együtt alakították ki és indították útjára az éneklő ifjúság mozgalmat. 35-ben Budapesten hangzott el az első hangverseny, a 30-as évek végén pedig sok vidéki városban. Ez igazi mozgalommá vált, nagyszerűvé megmozgatva az iskolákat, általános iskolákat, középiskolákat egyaránt. De 1948-ban megszüntették ezt a mozgalmat, mint ahogy a Magyar Kórus kiadóvállalatát is Bárdoséktól megvonták ezt az engedélyt. De 50-től énekzenei általános iskolák nyíltak az országban. Tehát a mindennapos énekkóra, karénekkóra, társaszene, néptánc rengeteg olyan fantasztikus élménnyel gazdagította az akkori gyerekeket, ahogy Andrea mondta, én mondhatom 55-ből, hogy az első közé tartoztam, akik ebben a zenei általános iskolában, ebben a típusban nőttek fel. 59-től az énekzene tagozatos általános iskolák működtek, ami azt jelentette, hogy már nem az egész iskola volt mindennapos énekórával, hogy mondjam, tehát nem csak nem mindennapos énekórájuk, hanem párhuzamos osztályokból egy énekzenei osztály volt, ezért voltak tagozatosak. Itt még zeneakadémiai végzettségű tanárok tanítottak, tehát itt még lehetséges volt az, hogy éneklő ifjúság koncertek jöhessenek létre vidéken és Budapesten egyaránt. 1978-ban az éneklő ifjúság újból hivatalosan lehetséges volt, és megindult újra egy fejlődés létszámban és minőségben egyaránt. Az 1929-es éneklő énekkarnak jó utódja
jogutódját nem találtuk, mondhatom úgy, mint az akkori kodálytársaságban működő, munkálkodó ember, és 2014-ben már vagy az iskola nem létezett, vagy már az épülete sem létezett, vagy pedig az iskola nem rendelkezett olyan énekkarral, akik megfelelők lettek volna egy ilyen, mondjuk gálakoncerten való szereplésre. A Magyar Kodálytársaság elnöksége azok közül, a kórusok közül válogatott, amelyek több jelentős kórus eseményen, nem csak éneklő ifjúság koncerteken, megmérettetéseken szerepelt, hanem például a 97-ben alapított Kodály Zoltán Magyar Kórus versenyen. Igen, most már csak két mondatom lesz valószínű, és egy kép, amit az előbb beadott, köszönöm. Nemzeti és nemzetközi versenyek szereplői közül választhattak a rendezők és szervezők. A verseny programja teljes egészében megegyezik, a blokkok összetétele nem egészen, de a műsor egészében véve ugyanaz. Egyetlen változás történt, hogy a magyarokhoz kánon elhangzott az egész koncert végén, ami 1936-ban készült, és természetesen az még 29-ben nem hangozhatott el. Az iskolák azóta már többszörösen kitüntetettek, magyar örökség díjasak, vagy évkórusa kitüntetett diplomával rendelkezők. Az első három helyezettjei kórusversenyeknek, és a vezénylőkarnagyok pedig több állami és helyi kitüntetést iskoláktól, kerületektől, régióktól kaphattak. Tehát nagyon gondosan kiválasztott volt ez a társaság. Tehát látjuk, hogy Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Laudate és Jubilate kórusa, Andor Ilona, Hunyadi János Általános Iskola, Városmajori Gimnázium, itt az általános iskolás kórus, Marcibányi Téri Kodályiskola, Pest-Szentlőrinci Vörösmarty, Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és a Terézvárosi Magnifikát. Aki látja, egyrészt ezt látja, másrészt a karnagyok nevét is látja. Egy igazán nagyon szép és emlékezetes koncert volt ez is. Na most, amire nem került hetet sor, hogy milyen óraszámok adtak lehetőséget arra, hogy ezek a művek megtanulhatók legyenek, de hát ez adódik a kevés időnkből. Most már csak egy mondatot szeretnék a továbbiakra, Katanics Mária megfogalmazását. Ő igazán nagyon sokszor énekelte, a Pünkösdőlőt énekeltette és tanította, és más kodályművet is, nagyon sok kodályművet, hogy évtizedek óta valamilyen belső erő tartja frissen a kórusműveket. Nem válnak meguntá, nem kopnak, valahányszor elővesszük, újjászületnek. Hát legyen ez az üzenet Katanics Máriától és tőlünk is egy új generációnak, és legyen erejük és legyen tudásuk, hogy ezt kamatoztathassák. Köszönöm szépen!